Petőfin vagyunk a helytöltetlen gyűjteménybe, mi ezt Petőfi háznak, múzeumnak hívjuk ezt az épületet. Mint látszik, az épület megújult, kívül is, belül is, illetve a tárlat is megújításra került. Maga a projekt egy topos pályázat keretében valósult meg konzorciumi formába. A pályázat célja Petőfi kultusszal kapcsolatos tematikus út létrehozása itt Bács-Kiskun megye települései között. Nyilván Dunovecse egy Petőfi emlékhely. Mi úgy tartjuk, hogy Petőfi Sándor Dunovecsén született. Na most senki ne gondoljon, és főleg a kiskörösiek ne gondolják azt, hogy én el akarom venni a szülőháznak a szerepét, mert nem így van. Mi azt valljuk, hogy Petőfinek a neve, mint Petőfi Sándor született Dunovecsén, hiszen ha megnézzük az első verset, a Hazámba című verset, ami Petőfi néven írt alá a költő, az Dunovecsére jegyződik. Egyébként van ebben kapcsolatosan helyi legenda is, miszerint egy 42-es látogatása során egy Pető nevezetű helyi asztalossal barátkozott össze, és ő ajánlotta neki, hogy Petrovics néven nem, de egy Petőfi, talán ez jobban hangozna. Ennek nem tudom, hogy van-e alapja, de azt gondolom bizonyítható, hogy az első Petőfiként aláért verse Dunovecsén született. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a Petőfi név az Dunovecsén született. Egyébként több alkalommal járt a költő Dunovecsén, hiszen a szülei itt béreltek mészárszéket. A leghosszabb időt 44-ben töltötte a településen, akkor több hónapot is itt élt, és számtalan vers őrzi az emlékét. Ha valaki itt a múzeumban lévő emlékszobába elmegy, akkor az egyik sarokba talál egy versmondó sargot, ahol az összes dunovecsei versét megtalálja egy fatáblára vésve, és akinek kedve van, beállhat a sarokba, kezébe vehet egyet és elolvashatja, vagy a társainak, barátainak felolvashatja ezeket a verseket. Születtek itt olyan barátságok, amik az élete végéig tartottak, és egyébként például Jókai egyik írásában is azt írja, hogy hát eltűnt Petőfi, vajon hol van, lehet, hogy Dunovecsén tölti megint a barátjaival az idejét. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de valóban hosszú időt töltött itt a költő több alkalommal is. Ebben a házban, amikor 44-ben ideérkezett a költő, nem tudták befogadni a szülők, mert nem volt elegendő hely, hogy szállást biztosítsanak a költő részére. Ezért megkérték Nagy Pál helyi birtokost, hogy a házába biztosítson a fiatal embernek helyet. Tehát ebbe a Nagy Pál féle házba volt elszállásolva, ahol ugyancsak felújítási munkálatok kezdődtek. Ebbe az épületbe azért nem kapott szállást, mert egy szoba állt rendelkezésre a költőnek. Egyébként ez a szoba van most emlékszobának berendezve az épületbe. Állítjuk, tudjuk, hogy a füstbe ment terv szobája ez a szoba. Hogy amikor a kis szobába toppant a költő, akkor ebbe a szobába röpül fele édesanyja. Tehát egy vershez köthető irodalomtörténelmi helynek is nevezhetném ennek az épületnek a hátsó szobáját. Számtalan programmal készülünk, és készültünk is az emlékévre. Talán azt gondolom, hogy a dunovecsei közösség számára az egyik legfontosabb a helyi Petőfi elnevezési programsorozatunk, ahol helyi előadók, helyi emberek osztják meg gondolataikat Petőfivel kapcsolatosan. A tavasz talán egyik legnagyobb jelentőségű eseménye ebben kapcsolatosan a március idősa rendezvénysorozat. Egyébként ez hagyományos Dunovecsén, de most nyilván azért egy más hangsúlyt kap a dolog, és ennek az egyik legfontosabb pillanata a Kislakála Nagy Duna mentébe című színdarab előadása. Ugye Szamosközi István írt ezt a darabot, korábban dunovecsei református lelkész, majd püspök, Petőfinek a 44-es dunovecsei hónapjairól szól, megelevenítve a Nagy Pál házba történt eseményeket. Gondolok itt, hogy természetesen Dunovecse sem maradhatott ki abból, hogy
Petőfi szerelmes legyen. Így Nagy Zsuzsika személyébe rá is talált Dunavecsén a szerelemre és a szerelmes párjára. A darab erről szól, az itt eltöltött idejéről, hát és arról a pillanatról is persze, hogy Nagy Pál nem akarja, hogy egy költőhöz menjen a lánya. A másik és talán legnagyobb tervünk az nyár elejére datálódik, hiszen a Nagy Pál háznak a kiállítása szerint megnyitni, mellé egy ilyen kisebb konferenciát vagy előadássorozatot is össze szeretnénk hozni Petőfi munkásságával kapcsolatosan. Ez mellett úgymond profi előadókat hívunk Petőfi témába, akik vagy irodalmi estet, vagy valami ehhez köthető előadással, színdarabbal várják az érdeklődőket. Úgyhogy számtalan program lesz, még a tavasz, illetve nyár folyamán, szinte azt lehet mondani heti rendszerességgel, valamilyen összejövetel, valamilyen kulturális program lesz Petőfi nevével fényjelzve.